Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Pár baj a szerelemmel. Írta Forró Pál. A mű elektronikus változatára a nevezd meg, így a tovább. 4.0 nemzetközi CC BY a 4.0 kreatív Commons License feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2017. Készült az internet szolgáltatók tanácsa támogatásával. Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-750 online MK 16508 Első fejezet Szeretsz? Imádlak! Az első csók édes lámpalázával néztek egymás szemébe és szörnyű zavarban voltak a fekete üstökű, kreolbőrű, harmincéves férfi, a faluról Pestre került mérnök és a 22 éves, szőke gépíró kisasszony nagyon meg volt lepődve, hogy ez így történt. A csókban ugyanis nem volt semmiféle előre megfontolt szándék, valahogyan magától budjant ki belőlük és tettüknek oka kizárólag a kölcsönös elkeseredés volt. Tóth Pista azon búsult, hogy havi fizetése mindössze 250 pengő volt mindenféle mellékjövedelemmel, meg illetménnyel együtt, és abból is levontak adóra, meg Mabira vagy 23-at, Ilus pedig. No de erről igazán nem is kell beszélni. Magyarázat nélkül is mindenki elhiszi, mennyi elfolytott vágy Ábránd bujkálhat egy kis 22 esztendős pesti lány szívében, aki reggeltől estig gépel a Kovács szörmeház igazgatói szobájában és egész évi fizetése nem tesz ki annyit, mennyiből egyetlen finom boát, vagy bundácskát vásárolhatna a közül a sok száz közül, amelyek egymásra zsúfolva az irodával szomszédos termekben. Ilus már a próba kisasszonyokat is irigyelte, mert azok mégis csak magukra rakhatják a csodás holmikat és páváskodva járkálhattak egész nap a tükör előtt, megmutogatták magukat az uraknak, akik a hölgyeket kísérgetik és ki tudja. Megtörtént már, hogy egy-egy ilyen gavallérnak megakadt a szeme valamelyik próba kisasszonyon, és egy esztendő múlva az illető manci vagy gizi már mint vásárló mondén dáma tűnt fel a szőrmeházban szóval iluszánk tele volt félelemmel. Remegett a jövőtől, a megöregedéstől, a vigasztalan szegénységtől, az ereiben furcsa láz bujkált. Ez utóbbi lehetett az oka, hogy emlékkönyve fölé ugyanazt a jelszót írta, amit Adi Endre választott egyik verskötete címéül, hogy szeretném, ha szeretnének. Igen, ilus szeretetre vágyott, vagy ne legyünk ilyen finomkodók, és mondjuk meg őszintén, szerelemre. És ugyanez volt Tóth Pista esete is, mert úgy van az, hogy minél mostohább valakinek a sorsa, annál inkább vágyódik a minden nyomorúságot felejtető csodaszerre, a szerelemre. De jó is az, mikor egész napi mérgelődés, fárasztó munka után egymáshoz simul két fiatal lélek és megállapítják, hogy mégiscsak van valami kellemes is a világon. Napközben is édes dolog megállítani egy pillanatra az írógépet, vagy a tussal teleítatott körzőt, és egy pillanatra arra gondolni, hogy jaj, de finom lesz este találkozni, sétálni és csókolózni. Különösen az első csók szenzációja felülmúlhatatlan. Még hozzá, ha a férfi is, meg a lány is olyan romlatlanul naivak, mint Ilus meg Pista volt. Mert méltóztassék elhinni, ilyesmi is előfordul. Amikor a bűnbeesés megtörtént, Ilusnak olyan vörös lett az arca, mint a vér, Pista meg csak hebegett és nem tudta, hogy most már hogyan kellene ezt folytatni, mit is kellene mondani. És ekkor esett a kelepcébe. Nem történt vele semmi különös, csak éppen nem jutott eszébe, hogy most mit kellene mondani. Jó mérnök volt, de rossz szónok és nem volt gyakorlata szerelmi ügyekben. Csak azt érezte, hogy most valami nagyot kell cselekedni, ami nem csak folytatja, hanem még fel is fokozza a csók szenzációját. Ennél fogva megragadta Ilus kezét, és azt dadogta: Iluska, imádom, nagyon szeretem, legyen a feleségem! Fél órával előbb Pistának még nem volt semmi baja, eszébe sem jutott, hogy hamarosan megnősüljön. De ez a csók határozottan elvette az eszét. Pillanat alatt olyan szerelmes lett, hogy majdnem megbolondult. Úgy nézte Ilust, mint egy maroknyi gyönyörűséget, mint a mindenségnek egy ölébe hullott mosolyát. És Ilus, aki nem is volt Pistába szerelmes, csak éppen nagyon rokon szembesnek találta, egyszerre szintén lángba borult és csak odahullott a karjába. Drága! Mondotta és sírni kezdett, mert a szíve már nem bírta a nagy gyönyörűséget. Ezek minden esetre olyan szavak és mozdulatok voltak, amelyeket újabb csókokkal lehetett folytatni. Talán húsz percig tartott a néma és nagyon kellemes időtöltés. Akkor mégis józanodni kezdtek egy kisé. Megint Pista volt az, aki kénytelen volt a beszélgetést kezdeni, ám bár igen szerette volna, ha Illus vállalja a kezdeményezést. De bármennyire fecsegők egyébként a nők, finoman megérzik, amikor hasznosabb dolog a hallgatás. Úgy gondolom, mondta Pista, hogy talán őszre megtarthatnánk az esküvőt. Június volt és Pista maga sem tudta, miért mondta azt, hogy ősszel esküdjenek. De falusi gyermek volt és a vérében szunnyadó ősi emlékek súghatták neki, hogy őszi terminust kérjen. Egy kicsit arra is gondolt, hogy addig még sok minden történhetik, elő lehet készülni a házasságra, meg lehet szokni ezt a hirtelenében teremtett furcsa új állapotot. Jó lesz! Sukta boldogan Ilus és kis fejét odahajtotta a férfi mellére. 222 pengő 13 fillért kapok készhez havonta, mondotta Pista, és ez volt az első okos mondat, amelyet kinyögött. Tudom, hogy kevés sóhajtotta, de azt gondoltam, hogy talán te is. Én hetvenet kapok havonta, válaszolta Ilus. Ennyiből ketten megélhetünk. De hát hogyan lesz? Kezdtek Pistában gyülekezni az aggodalmak. Egyikünk sem lesz otthon egész nap, csak este fogunk találkozni. Mások is így vannak. Pista most azt akarta mondani, és ha gyerekünk születik de ezt mégis illetlenségnek találta megkérdezni. Őszig van idő erről is tanácskozni. Mégis csak helyes, hogy ilyen hosszabb terminust állapított meg. Majd augusztusban keresünk egy szép egyszobás, hallos, központi fűtéses lakást, mondotta Pista, mert már tetszelget magának a féli szerepében. Jaj, de jó lesz! Kiáltotta Ilus, de a lelkében elsápadt. Szíven találta a férfi megjegyzése. Tudta, hogy ebből lesz a nagy baj. Miből fogják ezt a lakást berendezni? De a nagy ijedtségéből semmit sem árult el. Átfonta a férfi nyakát, és még egyszer azt mondta, szeretlek. Nagyon boldog vagyok. Második fejezet a párizsi részek szívek mulató malahit medencéjének langyos, illatos vizében kacagva bugdácsoltak a mulató szerződtetett szirényei. Tökéletes termetű svéd lányok, pikáns kis francia babák, sötétbőrű, félvérlányok locsolták egymást a villanylámpák izgalmas velegében a jazz epedő tangót játszott, az éneklő fűrész érzékien búgott, és a férfiak sápattan, soványan, elkínzott hátgerincel nézték, hogy kire volna érdemes rákölteni aranyaikat. Ide csak nagyon gazdag emberek járhattak. Egy teríték 200 frankba került, de mire a vacsora végére érkezett az ember, kifizette az összeg négyszeresét is. Képzelhető, hogy az éjszaka csillagai micsoda harcot folytattak azért, hogy táncos női állást kaphassanak a részek szívekben. A könnyelmű pénz sehol sem folyt olyan mértéktelenül, mint itt. Párizs botrány krónikájának írói minden éjszaka körül szimatolták a goblen szőnyegekkel ékesített, fény és sejemkáprázatokba fullasztott helyiséget, mert itt mindig akadt valami pikáns kis história. Nagy tőzsdei csaták győztes bankáriai, turfbotrányok és kártyasztalok hősei, trösztvezérek és egzotikus fejedelmek, maharadzsák és politikai kalandorok itt költötték el pénzüket. A legújabb szenzáció Metisran, az Afrikai Gyarmatok Vasútépítő Társaságának elnöke és Pulé kisasszony szerelme. Metis tíz évet töltött a gyarmatokon, milliókat keresett, jelenleg 300 mérnöke és 40 ezer négere dolgozott Algériában, Szudánban és Kongóban. Vérmes és szenvedélyes ember volt. Azt mondják, hogy Kongóban négernőkből háremet tartott. De úgy látszik, nagyon megcsömörlött a fekete nőktől, mert Párizsba való visszaérkezése után hihetetlen mohósággal vetette magát a különböző kalandokba. Így ismerkedett meg egy este az olimpiában pulével, aki ott táncos nő volt. Az érdekes lány vöröshajú, hajú, kék szemű, szinte világítóan fehérbőrű volt, elragadóan táncolt és a termete tökéletesebb volt, mint a hollywoodi szépségdíjat nyert görlöké. Pulét általában nem szerették, kissé hideg és fanyar lány volt, a férfiakat félváról kezelte hidegvérrel szipolyozta ki pénzüket, anélkül, hogy komolyabb ellenszolgáltatásra gondolt volna. Ezért meglehetősen sok ellensége volt és az igazgatóság fel is bontotta szerződését. Szereplésének utolsó hetében vetődött a mulatóba Metis, aki pulé cigánytánca után szinte önkívületbe esett az elragadtatástól. Egy vöröshajú cigánynő. Csak ugyan nem mindennapi egzotikum. Párizs éjszakai világában még aznap éjszaka híre ment, hogy az afrikai millió most beleőrült a vöröshajú pulébe. És ugyancsak még aznap éjszaka Metiszt a következők próbálták lebeszélni puléről, a főpincér, akinek Lizet kisasszony ezer frankot ígért, ha pulét megrágalmazza és őt ajánlja Metisz kegyeibe. Alfred, a mulató egyik dzsigolója, aki valamilyen ürügy alatt a milliómos asztalához férkőzött és félhangon súgta fülébe, Uram, óvakodjon ettől a lánytól, szívtelen és veszedelmes perszóna. Mösziő Alfred ezt a gazságot azért követte el, mert dühös volt, amiért Pulé következetesen visszautasította ajánlatait. Mindezeken felül még két névtelen levelet is csempésztek Metis kezébe. A ceruzával írt rövid sorokban tömören figyelmeztették, hogy óvakodjon pulétől, akinél száz különb lányt is találhat itt nyomban, a helyszínen, csak éppen körül kell néznie. De Metis nem fogadta meg a jó tanácsokat, és a naptól kezdve minden este együtt tűnt fel Metis és Pulé, Párizs valamelyik előkelő éttermében, az opera páholyában, a különböző premiereken és a mulatókban. De el kell árulnunk, hogy Metis nem volt boldog. Mert Pulé ugyan elragadóan kedves, elegáns és szellemes volt, de a világért sem volt hajlandó magányos látogatást tenni Metis palotájában és hajnalban, mikor már elfáradtak a lumpolástól, hazavitette magát a milliómos autóján és a kapuban búcsúcsókra nyújtotta a kezét. A viszontlátásra holnap, barátom! A gyors győzelmekhez szokott, heves vérmérsékletű afrikai valósággal beteg lett a szerelemtől. Gyémánt hegyeket, palotákat ígért Pulének, aki azonban makacsul tovább is ragaszkodott a semleges helyeken való találkozásokhoz és a hajnali búcsúhoz. Az ilyesminek persze hamarosan híre megy, mert a legjobban nevelt sofőr is el szokta plegykázni, amit a háta mögött az autóban beszélgetnek és az emberek véleménye egyhangúan az volt, hogy Pulé megőrült. Hercegnők sem tudnának ellenállni ilyen ajánlatnak mondogatták a felháborodott kolléganők a mulatókban, és ez a vörös cigánylány megjátsza a megközelíthetetlent. Pedig. Ebben a pedigben, valljuk be, sok igazság volt, mert hiszen pulé múltja valóban nem volt éppen makulátlan. De hát lehet, hogy éppen ezért akart most vezekelni. Négy héttel utóbb azonban kiderült, hogy Pulé nem is volt olyan ostoba, mint amilyennek gondolták. Ekkor történt ugyanis, hogy ezen a hangulatos és parfőmös, tikkat nyári éjszakán, amely Afrika tropikus emlékeit korbácsolta fel felmetizban, a milliómos lesoványodva, remegve ült a részek szívek páholyában pulé mellett, aki olyan finom, légies, aranyos volt, hogy Metis majdnem eszét vesztette a kétségbeeséstől. A torka elszorult, szinte megfulladt, valami rettenetes indulat kezdett bontakozni benne megöli ezt az angyalbőrbe bújtatott vámpírt. Megöli, azután öngyilkos lesz, mert így nem tud tovább élni. De ebben a túlfűtött, félig őrült állapotban váratlanul mentő ötlete támadt. Lassan egészen puléhez húzta a székét, megfogta kezét és az izgalomtól tikkattan súgta. Pulé legyen a feleségem. A lány szemében diadalmas fény csillant meg. Visszaszorította a férfi kezét és azt mondta. Ezt vártam. Köszönöm. Harmadik fejezet. Pulé a nagy sikerek szédületét érezte, amikor szinte szárnyal az ember, viszik, lendítik a feszülő izmok. Szinte csodálkozott, hogy nem masíroznak mellette friss indulókat harsogó katonabandák és természetesnek találta volna, ha fákjákat lobogtatnak feléje a párizsi éjszakában a meghódolt tömegek mindent elért, amit csak 25 éves korában sikerről álmodhat egy vöröshajú táncos nő, aki valahonnan homályos mélységből indult, szagú szegénységből és egyszerre királynője lesz az életnek. Milliói lesz e milliói? Káprázó szeme előtt megcsillogott az arany, brilliáns ékszerek, a napfényes nizzai tenger, a jat, az afrikai pálmaligetek. Mikor hazaért, komornája levelet adott át. Durva, trafikban vásárolt levélboríték, gyerekes, primitív írás. Az arca görcsösen rándult. Ez is most érkezett hát. Ez a végzetes, élete legtitkosabb szakáig nyúló levél, amelyre már két esztendő óta várt. Haragosan, kétségbeesve, jéggé dermedve várta hiába. És most itt van, eléjehult ezen a végzetes éjszakán úgy vetette rá magát, mint a jaguár meglesett áldozatára. Volt abban valami vérengző mozdulat, ahogyan feltépte a borítékot. Kedves leányom, Paula! Sok könnyes, átsírt éjszaka után írom neked ezt a levelet. Köztünk látszatra már régen megszakadt minden kötelék, de azért tudom, hogy sokszor gondolsz haza, és én sem felejtettelek el. Gyakran szoktam érted imádkozni. De mégsem írtam volna most sem, ha nem a húgott boldogságáról lenne szó. Ilus menyasszony két hónapja egy nagyon derék fiatal mérnök kérte meg a kezét. A fiatalembernek ugyan fix állása van, de nagyon szerény a fizetése. Ilussal együtt sem keresnek többet havi 300 pengőnél, amiből azonban szerényen mégis megélhetnek. De az esküvőt mégsem tarthatják meg, mert legalább egy szobabútort, azon kívül kelendjét kellene vennem Ilusnak, hogy háztartásukat berendezhessék, de sajnos az ehhez szükséges összeget nem tudom előteremteni. Körülbelül két-három ezer pengőre lenne szükségünk. Ettől függ húgot boldogsága. Kedves leányom, ezt nem azért írom meg, mintha könyörögni akarnék a pénzért egyszerűen tudomásodra hozom a dolgokat, és most már rád bízom, hogy miképpen cselekedj. Nem akarok prédikációt tartani, nem beszélek életedről, az eseményekről, amelyek elsodortak, csak arra kérlek, szállj magadba és gondolj arra, hogy az ember semmivel sem vezekelheti le jobban vétkeit, mintha jó cselekszik. Ilusnak erről a levélről nem is szóltam. Nem akarok benne esetleg hiú reményeket kelteni. Szegény lány, nem ismernél rá, annyira leromlott a sok gondtól, mert halára epeszti magát a bútorok meg a kelengye miatt. Remélem egészséges vagy, én minden esetre tovább fogok imádkozni, érted? Anyád! Pulékeserűen mosolygott. Micsoda hideg, büszke szavak! És mégis mennyi megalkuvásba, elvek feladásába, megalázkodásba kerülhetett, amíg ezeket is leírta édesanyja. A karosszékbe ült és lehunta szemét. Átélte újra a gyötrelmes perceket, amikor először közölte anyjával, hogy színiiskolába iratkozik és gör lesz az egyik operettházban. Akkor negyven pengőt kapott egy üzletben, ahol kiszolgáló lány volt. Az anyja sikoltozott, átkozódott, megpofozta. Erre megszökött hazúról az üzletben már régebben megismerkedett egy gazdag kereskedővel, aki bizonyos feltételek mellett hajlandónak mutatkozott arra, hogy kitanítatja táncos nőnek. Ezt a férfit kereste fel. Egy év múlva már Bécsbe szerződött. Onnan Berlinbe került, azután Párizsba. Három év múlt el és a három év alatt egyetlen levelet nem írt haza és egyetlen sor üzenetet sem kapott hazúról pedig majdnem meghasadt a szíve a nagy vágyakozástól. Időnként mindig talált valami ravasz formát, hogyan tudassa címét és sikereit anyjával és húgával. De semmi vízhangjuk nem volt. Ez mérgezte meg Pulé életét. Ezért haragudott az egész világra, ezért gyűlölte a férfiakat, akik hízelgő szavakat duruzoltak a fülébe és ajándékokkal halmozták el. És most váratlanul megjött a várva várt levél. Pulé mindig úgy gondolt erre az eljövendő percre, mint valami lelki megváltásra, amely tele lesz könnyes elérzékenyüléssel, édes összeölelkezéssel, egymásra találással és kölcsönös megbocsájtással. De egészen másképpen történt. Ez a levél felháborította, elkeserítette, végtelen csalódással töltötte el. Hát csak ennyi üzenni valója van édesanyjának három esztendő után. Pénzt kérnek tőle alig leplezett utálkozással. De hát mi jogom bánnak vele így? Tegnap talán még más hangulatban találta volna ez a levél, de ma, ó, azóta egész világ múlt el. Ő is menyasszony, akár a húga, előkelő, társaságbeli dáma lesz, aki miniszterek fogadóestéjén fog megjelenni, aki a társadalmi tiszteletnek és hódolatnak olyan bőségét élvezheti, amilyenről az otthoniak nem is álmodhatnak. Hát nem, ezt így nem lehet elintézni. Nem fogja elküldeni a pénzt. És dacos düvel darabokra tépte a levelet. Végleg szakít a múltal, semmi köze nincsen többé ahhoz a régi lányhoz, aki volt. Metis szüntelen mámorban élt. Pulé a maximumra fokozta szépségét és kedvességét, az afrikai már nem is tudott másra gondolni, csak rá. Örült a nem remélt nagyszerű változásnak, mert azt hitte, hogy ez szerelem. Nem sejtette, hogy Pulé csak az élet ellen lázad, az otthoniaknak üzent harcot, nekik akarja megmutatni, hogy a dédelgetett, makulátlan anyai kedvenc, az ilus, milyen tehetetlen berépsorsban vergődik az ő segítsége nélkül, míg ő, a lenézett, a család kitagadottja csak azért is kiharcolt minden társadalmi sikert majd elküldi nekik az esküvőjükről készülő fényképfelvételeket, a lapokat, amelyek hasábokban fognak beszámolni a nagy eseményről. Metis augusztus végén akarta megtartani esküvőjüket. Addig még négy hetük volt. Ezt az időt bizonyos gyarmati üzleteinek gyors lebonyolítására akarta felhasználni, hogy azután zavartalanul tölteszem fiatal feleségével vagy egy esztendőt a földgömb különböző luxusfürdőhelyein vagy tíz helyre kellett utaznia és nagyon idegesítette a probléma, hogy magával vigye pulét is. Ez igen kényes kérdés volt, mert előre tudta, hogy reggeltől estig üzletfeleivel kell majd tárgyalnia és mit tegyen közben pulé. Viszont sokkal féltékenyebb volt, semhogy Párizsban magára merte volna hagyni. Úgy látszott, hogy Pulét is rendkívül izgatta ez a kérdés, feltűnően szórakozott és ideges volt, mint aki nagy benső harcot vív. És egy este azt mondta Metisnek: Zsan, azt hiszem, megtaláltam a legjobb megoldást. Amíg távol leszel, arra a két hétre hazautazom Magyarországra az édesanyámhoz és húgomhoz. Metis arca boldog, széles mosolyra húzódott. Hát persze, hogy ez a legtermészetesebb és legmegnyugtatóbb megoldás. A vasút király valósággal elérzékenyült. Nolám, ebből is látszik, milyen szolid, családias lélek a felesége. A jövendőbeli feleség hazavágyik édesanyjához és a húgához. Eddig még nem is beszélt róluk, és Metis finom tapintattal sohasem feszegette ezeket a családi kérdéseket. Nagyon helyes, kis szívem, utaz hozzájuk, és ha majd a feleségem leszel és akarod, meghívhatod őket hosszabb vendégségre Párizsba. Hadd ismerjem meg én is őket. Drága vagy! mondotta Pulé, és megcsókolta a derékzsant. És két nappal utóbb Budapestre utazott. Negyedik fejezet. A Dunapalota első emeletén három egymásba nyíló, a királyi várra tekintő, fényűző szobát bérelt pulé. Mikor a bolyok felhorták a rengeteg podgyászt és magára maradt, kiment az erkére és úgy nézett szét a korzó felett, mint egy királynő. Mikor még utoljára itt volt? Kopottan, reménytelenül, mint egy kis a ragyogó pávák és paradicsommadarak között. Csak irigy és elkeseredett nézője volt mindennek. Most pedig gőgösen és kissé gúnyosan nézte végig az erké alatt hömpölágó sokaságot. Már megtanult látni, felismerte a talmi eleganciát, elégedetten gondolt arra, hogy a nők között, akiket látott, senki sem hordott drágább és elegánsabb modellruhákat. Mindegyiknél pompázóbb volt és ott, túl a Dunán, a másik parton, az emeletes palotasor mögött még látszanak a lerombolt Tabáni utcák, ahol régen elfelejtett fiúk súgták első buta szerelmes vallomásaikat a fülébe. Pulé e pillanatban nagyon meg volt elégedve magával, az élettel és főleg az ötletével. Azzal a kegyetlen, komisz kis ötletével, hogy személyesen válaszolja meg a széttépet levelet. Visszament a sejem tapétás szalomba, és a kis rokokó íróasztal elé ült. Drága anyám! Tudatom, hogy levele annyira meghatott, hogy vonatra ültem és Pestre jöttem, mert látni akarom minnyájukat. Itt lakom a Dunapalotában, kérem, keressenek fel mind a hárman, anyus, ilus és a vőlegénye természetesen minden kérésüket teljesíteni fogom, annál is inkább, mert senki a világon nem értheti meg húgocskám lelki állapotát jobban, mint én, aki két hét óta szintén menyasszon vagyok. Vőlegényem Metisran, az afrikai vasút király, aki a világ egyik leggazdagabb embere és őrülten szerelmes belém. Anyus kezét csókolja és látogatásukat sürgősen várja. Paula Gonosz mosolyjal dörzsölte kezét. Ez már finom, tökéletes visszavágás volt. Ők szégyelték eddig. Majd most fordítunk a dolgok sorrendjén. Ő az, aki nem mehet pirulás nélkül a József városi kislakásba. Ilusnak mérnök a vőlegénye. Hát ő is férihez megy olyan szédületes partit csinál, hogy a világ összes egyesített erényeit nem jutalmazhatnák külön férjel. Becsöngette a bolyt és elküldte a levelet. Csak ugyan úgy érkeztek, mint ahogyan a középkorban a jobbágyok küldött szége járulhatott a kegyúr elé. Mind a hárman vasárnapiasan kiöltözködtek, és igen rosszul érezték magukat a puha perzsaszőnyeges, márványoszlopos, sejtelmesen megvilágított luxus szálloda hajjában. Olyan idegenek, gyámoltalanok és elhagyottak voltak, mint az egerek. Amikor az első emeleti fejedelmi lakosztály fehérre zománcozott, bronz kilincses ajtaját a boly kinyitotta és a mennyezetig érő tükör ezüst viszfényében csipkefelhőkbe öltözve, brilliánsokkal tele aggatva, megjelent előttük pulé, a kozmetika minden varázslatával felfokozott szépségben, a lélegzetük is elállt és a mama, aki már apróra kigondolta, hogyan fog lányához rohanni, hogyan öleli keblére, csak állt földbe gyökerezett lábbal. Moccanni sem mertek, hápogtak, hebegtek, nem voltak bizonyosak, hogy nem tévedés történte, csak ugyan Paula az előttük álló tündér királynő. De már nem lehetett kétségük. Pulé a karját. Anyuskám. Sikoltotta és magához ölelte az elámult és elkábult öregasszonyt, aki valósággal belehullott a finom illatfelhőkbe, amely abból a csipke költeményből áradt. Ebben a pillanatban Szűcs Mártonné asszonynak úgy elpárolgott minden gőgje, fölényes méltósága, évek óta gyűjtögetett erkölcsi felháborodása, hogy a megilletődéstől alig merte visszacsókolni leányát, és prédikációk, megbocsájtó malasztos szavak helyett csak ennyit tudott mondani, milyen gyönyörű lettél holott meg akarta mondani, hogy kegyetlen, szemérmetlen teremtés, amiért szegény kis húgát arra kényszeríti, hogy idehozza a vőlegényét és nyilvánvalóvá tegye, milyen szégyen teljes életet él jövendőbeli sógornője, hogy ilyen fene nagy gazdagságba keveredett. Szücsné egész éjszakán átsírt és tanácskozott Ilussal, hogy mégis jobb lenne letagadni Pista előtt Paulát, mert hát ha a fiú úgy megbotránkozik, hogy visszalép a házasságtól de nem botránkozott meg. Úgy nézett, hogy a szeme is majdnem kiugrott. Alázatosan és zavartan kezet csókolt és a haja tövéig elpirult, mikor puli temperamentumosan megcsókolta és azt mondta, szervusz sógor. Jó gusztusod van, nagyon szép kislánya húgom, ám bár majd megmutatom, hogy szebb is lehet. Majd egy kicsit kiöltöztetjük és kikozmetikázzuk ő nagyságát. Pulé úgy csacsogott, olyan közvetlen, aranyos, angyali volt, hogy a család olvadozott a gyönyörűségtől és a büszkeségtől. Most már dicsekedni szerettek volna Pulével. Hogy ne, hiszen ez egészen más, mint amit képzeltek. Így szemtől szemben nyoma sem volt annak az ellenszembes bűnnek, amit az efféle megtévet lányokkal kapcsolatban nagyít fel a fantázia. Ellenkezőleg bájos volt és finoman úri, letompított, elegáns modorú, aki mellett ők olyan lomposak és otrombák voltak, mint három medve. Azután megmutatta a vőlegénye arcképét. A Rolls-Royce kocsit, amelyben együtt mennek a nagyoperába. A párizsi palota jól sikerült fotográfiáját. Amikor az ugandai farmot és a néger cselédséget is megmutatta, elkábult édesanyja halkan, dadogva azt mondta. Bocsáss meg, paulácskám, bocsáss meg! Novőlegény úr, várjon, most jön a nagy varázslás! Nevetett pulé, aki úgy látszik, meg sem hallotta a mama halkan motyogott szavait. Gyere, ilus, átmegyünk a másik szobába! Addig a mama mulattas a pistát. Vőhő és anyús nem kezdhetik meg eléggé korán megszokni egymás társaságát. Áthurcolta Ilust a szomszédos szobába, és ott tetőtől talpig levetkőztette. Közben szakértően bírálta húgát. A bőröd nem eléggé ápolt. Micsoda ujjaid vannak? Rémes, milyen közönséges körömlakkot használsz. No és a rúzsod? Olyan tőle a szád, mintha megdagadt volna. Majd én kitanítlak, hogyan kell festeni az arcodat. A hajadat sem ártana bronzoztatni. Most ez a divat! Próbált fel ezt a kombinét! Szerencsére legalább nem híztál el! Hordani tudod a dolgaimat! Húzd fel a kis ruhámat! És mi alatt egymás után adta rá a különböző dolgokat, festette, szempilláit húzogálta és púderezte, megkérdezte szereted? Csak úgy közömbösen hangzott a kérdés, de majdnem megszakadt a szíve az izgalomtól, úgy várta a választ. Imádom. Pista a legédesebb fiú a világon. És te is szerelmes vagy. Pulé arcán fáradt, fanyar mosoly játszott. Csacsi vagy, abban a világban, amelyben én élek, ezt nem szokták a nőtől kérdezni. De csak egy pillanatra komorodott el. A következőben már odaállította Ilust a tükör elé. Van szerencsém bemutatni önmagának, herceg kisasszony. Ilus elsápadt. Olyan szépnek tűnt fel maga előtt, hogy felsikoltott boldog meglepetésében, és azután a varázslómester nyakába borult, és össze-vissza csókolta. Köszönöm, édes, aranyos nővérkém! És elfogultan, dobogószívvel, szörnyű lámpalázzal indult a másik szoba felé. Tóth Pista ámulva nézte a belibegő jelenséget. A pirosítóval, korommal, rúdzsal, párizsi ruhával újjá alakított menyasszonyát. Nézte, és abban a pillanatban szörnyű tragédia játszódott le benne. Ez nem az a lány volt, akit ő szeretett. Egy szánalmas, nevetséges és félszeg külvárosi kislány állt előtte, akit dámának öltöztettek ki. Micsoda nevetséges figura volt a nővére mellett. Milyen remekül volt kozmetikázva Pulé. Az arcára rakott minden színfolt illett az egyéniségéhez, a mozdulata, beszédmodora összhangban állt ruhájával és parfümjével. Lehelete árasztotta magából a gazdagságot és nagyvilágiasságot. És Ilus, aki e pillanatban éppen úgy ki volt festve, és akin szintén vagyont érő modellruha volt, olyan volt mellette, mint egy buta kisliba. Látszott rajta a parvenűség, hogy soha életében nem volt rajta jó ruha, hogy nem tudott kozmetikájához idomulni. Ameddig a maga szürke kis ünneplőjét horta és olcsó rúdzsal kente az ajkát, megvolt az egyéni varázsa, a szegénység sápat, holdvilág költészete, de most, mikor tündökölni akart, egyszerre szánalmas utánzó lett. Olyan volt, mint a nővére karikatúrája. Nos, hogy tetszik a menyasszonya kérdezte Pulé huncutkodva. Ó, nagyon természetesen. Dadogtatót és közben olyan pillantást vetett Pulére, mint egy elérhetetlen bálványra. Rabszolgák nézhettek így mindenható úrnőjükre, ilyen alázatosan, reménytelenül, megsemmisülten. Pulé figyelmét nem kerülte el ez a forró szédület. Tetszett neki a naiv fiatalember barbár őszintesége, melyel felcsodálkozott rá és ilust nézte, ahogyan ráfonódott a fiú karjára, határtalan imádattal, a győztes szerelmes édes simulásával. Amikor elmentek, Pulé felzaklatva vetette magát az egyik karosszékbe. Valami nem sikerült. Baj volt. Nem így képzelte mégsem ezt a találkozást. Láthatatlan tükröt tartottak eléje, és ebben most egyszerre megpillantotta valódi ényjét. Az anya egyetlen szemre hányó szóval sem illette, bámulták, becézték, hódoltak előtte és sohasem érezte nyomorultabbnak magát, mint ebben a pillanatban. Hazudtam, hazudtam nekik. Viharzott benne a nagy felismerés. Nem értem sikert és nem vagyok boldog. Ő a boldog, ő a beérkezett, a húgom. Ilus ömert szerelmes. És újra maga előtt látta a húga szinte átszellemült piros kis arcocskáját, ahogyan odasimult a vőlegényéhez. És ő még sohasem szeretett. Mindig csak a férfiak szerették. És most a befejezés az öregedő, idegileg elkoptatott, féltékeny férfi, aki végig mulatta a világ minden lebuját és ki tudja, micsoda beteges vágy hajtja éppen hozzá. Ez a tótpista, mint egy nagy gyermek, mint egy melegszemű szép kutya. Itt nőtt, ezen a talajon, ebben a másik világban, ahonnan ő elszakadt. Ilyen férfiról álmodott ő is, amikor még álmai voltak és nem kellett Veronállal bódulat baringatni magát. Egészen bizonyos, ezerszer külön férfiakkal találkozott már, mint ez a jelentéktelen, félszeg kis magyar mérnök szebb, elmésebb, elegánsabb, gazdagabb férfiak vallottak már neki szerelmet. És egyik sem érdekelte. És ez most mégis felzaklatta, nyugtalanná tette. Hogyan lehetséges ez? Teremtő Isten! Megőrült! Hiszen ez kész téboly. De mindenek van magyarázata. Talán az ő szerelmi élete nem is lehet más, csak ilyen nyáspolgári. Hiába örvény lett bele aranyhullámokba, szanel parfümbe, Rolls-Royce autóba, a vére megmaradt proletárnak, érzékei kielégítetlen nosztalgiával húzzák vissza az elhagyott régi világba. Vagy a húgán akar bosszút állni. Tőle akarja elrabolni vőlegényét. Így fizet, mert megtagadják. Nem, nem, sikolt benne rémülten a tiltakozás. Nem akar bosszút, csak boldog szeretne lenni. Úgy akar ragyogni, égni, mint ilus. Nem lett volna szabad Pestre jönnöm. Rémült fel benne a gondolat és a telefonhoz rohant. Portás, hová érdemes ma este menni? Mit játszanak a színházakban? És melyik a legjobb mulató? Ma este nem szabad tovább gondolkoznia és lefekvés után dupla adagot vesz be az álomporból. Ötödik fejezet Valami nem volt rendben. Ilus most is ragyogva kérdezte Pistától, szeretsz. És Pista mindig azt válaszolta, szeretlek. De a mozdulat, ahogyan megölelte, a csók bágyatsága, a szószintelen, hideg csengése ijesztő volt. Rémesek a szerelmes szavak, ha nem érezzük rajtuk a vérkeringés központi fűtését. Ilus ijedtem figyelt fel. Nagy távolságokból és kerülő úton elindult a gyanú. Először még elhessegette magától a gondolatot, és azt akarta elhitetni magával, hogy Pistának valami rejtett bánata van. Hivatali kellemetlensége, vagy ehhez hasonló. Mi bánt, kedves? Semmi. Miért nem vagy hozzám őszinte? Ha mondom, édesem, nem akarta továbbfaggatni. De mint egy ijesztő távoli villámlás, már felrémlet benne a félelem. Még nem tudta, hogy mitől fél, de nyugtalanság mérgezte a lelkét. Holott sohasem fényesedett körötte szikrázóbb szépségben az élet. Paula valósággal elárasztotta őket gavalléros ajándékokkal új ruhák, kalapok, divatos cipők, sejemharisnyák, ékszerek, szörmék vándoroltak a szegény szagú kis lakásba, a szomszédok álmélkodva és elképedve dugták össze a fejüket, felvoltak voltak háborodva, méltatlankodva plegykáztak, rágalmaztak, irigy falkákba verődve a lépcsőházban és folyosókon. Özvegy szűcsné már olyan cifra és procos volt, mint egy lipót városi bankámé. És Ilus, a bérkaszárnya szobakonyha lakói megállapították, hogy biztosan színésznő lett belőle vagy másfajta erkölcstelen perszóna, akit kezdtek kinézni maguk közül. Különben már hír lett is, hogy felmondták a lakást. Nagyban megy náluk a rongszedés. Háromszobás központi fűtéses lakást béreltek a Margit híd közelében. És minden délután autó jött Ilusért, elvitte a Dunapalotába, ahol már öt órai teára öltözve várt a Paula. Egy kicsit plegykáztak, két fiatal nőnek rengeteg beszélnivalója van, a divat és kozmetika témája, hála az égnek, kifogyhatatlan és közben puli óvatosan, mosolyogva mindig megkérdezte: Boldog vagy? Imádom Pistát! válaszolta Ilus de a hangja kissé bizonytalanul csengett, az arcán árnyak suhantak könnyen és finoman. De Pulé mégis észrevette. Hat óra felé megérkezett Pista is. Vadonat új fekete zakót hordott és hozzá csíkos nadrágot. Egész havi fizetése rámehetett, Illus tudta, hogy nem az ő tiszteletére öltözött ki, hanem Pulé diktálta ezt az eleganciát. És más is történt, valami furcsa, nyugtalanító és szokatlan dolog. A mindig rossz kedvű, szórakozott, hallgatag Pista egyszerre felgyulladt, a különben eléggé egyszerű fiú szinte szikrázóan szellemes lett, hangos volt, nevetett, izgult, egész lénye felfokozódott valami különös benső tűzlázában. Táncoltak. Tango Argentino. Epekedő szaxofon. Pista Pulét kérte fel, előzőleg Ilussal táncolt. Ilus szinte eszméletlen rémülettel nézte őket. Micsoda tánc ez? Pulé, a táncos nő, a párizsi éjszakák csillaga, ahogyan testével maga is muzsikálta a tangót, szinte perzselt a ritmusok felforósult szépségében. Mindenki nézte, a férfiak felfigyeltek, mintha villamos ütés érte volna őket, a nők elragadtatva és irigyen figyelték. Illus sírni szeretett volna. Az ő zavart és ügyetlen tánca, melynek nem volt parfümje. A lámpaláza állandó feszélyező érzése, hogy nem való ide a gazdag előkelő társaságba. És a nővére. Mint egy külön világ. Mennyivel szebb, elegánsabb, hódítóbb, mint ő. És Pista. Tóth Pista mérnök, az ő vőlegénye, aki alig öt perc előtt hidegen és unottan tipeget vele a parketten, szótlanul, a mozdulatok unott gépiességével. Csak a lába mozgott, de a szíve, mintha elállították volna a dobogását, az egész emberbe volt csukva, mint egy vasárnapi bolt, le volt húzva a redőnye, nem lehetett látni semmit az abban felhalmozott szép és értékes portékákból. De most megint fel volt húzva a redőny, ragyogott, fény lett a kirakat, mint egy ékszerészbolt, csupa szikrázó drága kő. Ilus iszonyúan erőködött, hogy fel ne sikolcson és hangos sírásra ne fakadjon. Nem hazudhatott tovább magának, nem volt értelme az áltatásnak. Teljes nagyságában felismerte a veszedelmet. Pista Paulába szerelmes. És Paula nem mert tovább gondolkozni, ájulás környékezte. Fel akart ugrani, letépni magáról a nővérétől kapott gyönyörű ruhákat, valami retteneteset csinálni. De azért semmi sem történt, csak nagyon sápat volt, mikor Paula és Pista visszajött az asztalhoz. Nagyszerű volt, mondotta Pista. A sógornő tündérien táncol. Kérlek, menjünk, nem érzem jól magam mondotta elhalványulva Ilus. Pulé meglepett pillantást vetett rá. Egy pillanat alatt mindennel tisztában volt. Ilus féltékeny. Dacosan ajkába harapott. Így is jól van. Menjünk a korzóra sétálni. A friss levegő jót fog tenni. Vélte Pista? Nem, szédülök. Kiséle szeretnék feküdni Paula szobájában maga addig szórakozzon itt egyedül. Ebben maradtak és a két nővér kisietett a halból. Hatodik fejezet Amikor becsukódott mögöttük a szállodai szoba ajtaja, ilusból egyszerre kitört a visszafojtott indulat. Halk csuklósírás tört ki belőle. Pulé megrendülten állt húga előtt. A három év, amely közéjük zuhant és olyan messze sodorta húgától, egyszerre kisuhant életéből. Egy pillanatra ismét a régi testvér volt, aki a konyhában összebújva tanácskozza meg nővérkéjével filléres gondjaikat, naiv kis szerelmeiket. Iluskám, mi történt, miért sírsz? Ilus dacosan rázódott fel mintha kicserélték volna, a szelíd, halk hangú, az élettől alázatosá taposott lány csupa lángoló indulat volt. Miért jöttél, kiáltotta magán kívül, miért tettél szerencsét lenni? Pulé elképedve nézett rá. Őrült vagy, mondotta, nem tudod, mit beszélsz. Jobb vagyok hozzád és többet tettem, mint bármilyen más testvér az én helyemben. Igen, kivettél az állásomból, ajándékokba fullasztottál, de olyan gonosz uzsora áron, amelyért életemmel fizetek. Nem értelek, miről beszélsz. Nagyon jól tudod. Elcsavartad Pista fejét. Elvetted tőlem. Nem tudod, mit beszélsz. Ne tagadd. Mindent láttam, ahogyan gyújtogattad, kacérkodtál vele tánc közben. Ahogy napok óta szédíted, már utál engem. Hideg, kényszeredett minden szava. Rám se néz. Miért tetted ezt? Mit akarsz tőle? Nem hozzád való. Te mindent megkaptál az élettől. Szebb vagy, mint én, milliómos a vőlegényed, miért veszed el tőlem ezt az egyetlen boldogság morzsát, amelyet én kaptam? Dermet, mérgezett csend húlt közéjük néhány pillanatra, ahogy ellenségesen villant össze a szemük. Azután puli vállat vont. Azt akarod, hogy tűnjek el ismét életedből? Megtehetem. Ezek után igazán nem tart vissza semmi. Elutazhatom, akár még ma este. Azt hiszem, tíz óra tájban indul egy vonat Bécs felé. De ez volna veled szemben a legnagyobb gonoszság te nem értesz a férfiakhoz. Ha én most hirtelen eltűnök, úgy ez a fiú soha életében nem tud engem elfelejteni, és ahányszor hozzá fog szimulni, rám fog gondolni, velem fog összehasonlítani, és rólam fog beszélni. Pista szeret engem. Kiáltotta kétségbe esetten Ilus. Talán csak ugyan szeretett. Nem tudom. Az ember néha szándékosan kábítja magát, és elhitet magával bizonyos érzéseket. De egy bizonyos, most csak ugyan én tetszem neki jobban. Beszéljünk nyíltan erről. Nem tehetek róla, nem akartam elcsábítani. Hazudsz! Láttam, micsoda gonosz, kacérjátékot folytattál vele. Úgy viselkedtem, mint ahogyan a világ minden férfiával szemben viselkedik minden társaságbeli nő. Kedves voltam és jókedvű. Ugrattad, szédítetted. És ha azt mondom, hogy tévedsz, nem játszottam bele. Ilus megtántorodott. Arca egy fokkal még halványabb lett. Hogy érted ezt? Mit akarsz ezzel mondani? Pulé kínzott mozdulatot tett. Olyan nehéz értelmesen beszélni veled, Ilus. Ne haragudj, de egy kicsit ostoba és primitív vagy. Úgy beszélsz és gondolkozol, mintha színpadon képzelnéd magad. Még jó, hogy vitriollal nem fenyegetődzöl. Hogyan magyarázzam én meg neked, hogy a szerelmet nem lehet makadsággal, harccal és érzelmes hozzátapadással kicsikarni a férfiakból? Hogy az egy váratlan villamos kapcsolás, amelynek nincsenek törvényei, amit nem lehet és nem is kell előkészíteni. Ismétlem, eszemben sem volt magamba bolondítani Pistát. De ha megtörtént, úgy nincsen emberi erő, amely ezt jóvá tehetné. Hasztalan próbálna ő is küzdeni ellene, külsőleg talán rendbe jönne minden, de a vére minden cseppjében tovább is csak a szenvedély izzana. Gyilkos! Hördült fel Ilus. Micsoda nagy szavak! Mosolygott keserűen pulé. Ülj le, Iluskám, és hallgass meg nyugodtan. Ne ítélj könnyen és elhamarkodottam felettem. Nem ismersz. Nem tudod, micsoda embertelen gyötrelmeken, milyen szörnyű veszőfutásokon átjutottam én idáig. Olyan magányosan kóboroltam esztendőkig a nagy városok éjszakáiban, kiöltözve és illatosan és minden este, sok esztendő minden végtelen éjszakáján frakkok és smokingok gyilkos gyűrűjében utálkoztam. Minden vakító inkpláztrom felett mohó és ellenszembes fej vigyorgott rám, emberek, akikhez semmi közöm nem volt, akik semmit sem tudtak rólam, csak azt, hogy csinos és kívánatos vagyok, akik nem törődtek azzal, hogy van-e gondom, hogy érzek, gondolkozom, szenvedek-e? Néztek, mint egy árut, mint egy kirakatba tett szőnyeget, vagy más csecsebecsét. Te nem tudod, mi az, amikor ennyire megalázzák az embert, hogyan lehet tombolni, őrjöngeni a gyűlölettől és kétségbeeséstől. Hirtelen félbeszakította magát, és szinte ellenségesen nézett Ilusra. Miért beszélek én neked erről? Miért mentegetődjöm? Úgy sem érthetsz meg. Gyűlölsz. Mit tegyek? Engem olyan kevesen szerettek igazán a vőlegényed. A hiúsága van megsértve, izgatja, hogy nem érhetett el. Beleőrül, hogy akadályba bukkant. Ez felgyújtotta fantáziáját, őrületbe korbácsolta az idegeit. A szerelem az más. Igazad van, én nem értem a te finom meghatározásaidat, Paula. Csak azt tudom, hogy meg akarsz rabolni, feldúltad a boldogságomat. Megmentettelek. Pista sohasem szeretett téged. Hazudsz, Pulé fáradt mozdulatot tett. Á, menj vissza hozzá, mit bánom én? Holnap elutazom. Az ajtón kopogtak. Pista dugta be a fejét. Jobban vagy már? kérdezte. Igen, már sokkal jobban van. Válaszolta Ilus helyett Pulé. Azt hiszem, múló szédülés volt, talán nagyon meleg volt a teremben. Minden esetre viselje majd gondját, kissé gyenge, érzékeny teremtés. Én holnap elutazom. Elutazik. Hebegte Pista, és szívéből kiszökött a vér. Nem tudta leplezni rettentő felindulását. Hiszen azt mondta, még egy hétig marad. Ilus idegrohamot kapott a dütől és kétségbeeséstől. És ha azt mondta? És ha elutazik? Miért vagy úgy megrendülve? Miért sápadtál el? Szereted? Olyan brutális és szenvedélyes volt a támadás, hogy a férfi valósággal megtántorodott. Elszörnyedve, halálos zavarban nézett Ilusra. Nono, ne rémüljön meg annyira, nincsen semmi baj. Igyekezett pulé menteni a helyzetet. Ilus féltékeny. Előfordul ilyen csacsiság fiatalok között. Beszélj, mond, hogy hazudik, hogy nem szereted őt, hogy csak engem akarsz! Kiáltotta szinte eszelősen Ilus. Pulé sajnálkozva nézte. Tudta, hogy a szerencsétlen mindent menthetetlenül elrontott. A férfi örökre kiábrándul abból a nőből, aki ilyen porig alázottan veti magát a lába elé. A férfi szinte lélektelenül fordult puléhez. Bocsásson meg, dadogta. De nem fejezhette be. Ilus szinte tombolva ragadta meg a karját. Miért kérsz bocsánatot? Ne állj szóba vele. Gyere, menjünk! És valósággal magával hurcolta a megrökönyödött vőlegényét. Kint az utcán azonban elmúlt a bénító varázs, tótpista egyszerre felszabadult, nem érezte azt az elfogultságot, mint Pulé jelenlétében. Mit jelentett ez? Miket mondtál, mit tettél? Támadt indulatosan ilusra. Szívem, diderget meg a lány, és szeme könnyekkel telt meg, szeretlek, nem akarom, hogy elhagy miatta. Nagyon kínos, és nagyon tapintatlan voltál. Válaszolta Pista, és az arca, hangja csupa visszafojtott bosszúság, tehetetlen dűj volt. Ne haragudj, nem szabad haragudnod. Esdekelt ilus. Ugye mellettem maradsz és szeretsz?-kérdezte könyörögve. Igen, természetesen válaszolta szórakozottan Tóth István. De már nem is figyelt a lányra, szerette volna lerázni, egyedül maradni és gondolkozni. Az érzések fergetegszerűen rohanták meg. Alig várta, hogy az autóbusz megállónál valamilyen ürügyjel elbúcsúzzon. Találkoznom kell a kollégáimmal tudod, minden hónapban társas vacsoránk van, amelyen az igazgatók is megjelennek. Ebben a hónapban kissé előbb tartjuk meg. Szinte boldog volt, mikor Ilus felszállt az autóbuszra. Maga is elcsodálkozott, hogy így tud örülni. Meglepte, hogy ennyire terhére volt Ilus. A felismerés, hogy ennyire nem szereti. Most már határozottan tudta, hogy nem fogja feleségül venni. Eddig is sejtette, bujkált, lappangott benne az érzés, de most egyszerre ellenállhatatlan erővel robbant ki belőle. Menekülni fog. Nagyszerű látomások lobogtak fel előtte, bíbor szédület kábította. Valami nagy, mindent elsöprő isteni szenzáció lázában remegett. Csoda történt vele. Valóra vált a lehetetlen. Pulé szerelmes belé. Ez nem lehet kétséges. Ilus viselkedése nem hagyott kétséget e felől. Ezért kell Pulének hirtelen elutaznia. Miatta? Mert szereti. Tóth István ragyogó önérzettel húzta ki magát. Ilyesmit eddig csak regényben olvasott, vagy moziban látott. Hogy egy, az élet szélére sodort átlagos, kis, szürke emberbe beleszeret a világ legnagyszerűbb nője. Szép, gazdag, káprázatosan elegáns, egy vasút király mennyasszonya. De hirtelen összecsuklott, a szívverése is elállt a rémülettől. Eszébe jutott, hogy pulé az éjszaka elutazik. Határtalan dűj viharzott fel benne. Mindennek ilus az oka. A jelentéktelen, irigy, nyűgös nyafogó, tapadó kis teremtés. Ő üldözte el pulét. De ennek nem szabad megtörténnie. Most nem szabad érzelmeskedni. Csak semmi ellágyulás. Határozottan, erélyesen, azonnal kell cselekedni. Az élet egyszer csillogtat csak ilyen szédítő lehetőséget. Megfordult és gyors léptekkel ment visszafelé a Dunapalota felé. Hetedik fejezet Pulé az ágya szélén ült és hosszú, ideges ujjai remegve siklottak végig a veronálpasztillákon még sohasem volt ennyire fáradt, elkeseredett, életúnt. Mintha hirtelen kilobbant volna benne minden életerő. Elfogyott a benzin, kényszerleszállás. Mormogta és egy régi emlékre gondolt, amikor Genfből repülőgépen ment Párizsba és útközben hirtelen le kellett szállniok, ok, mert kifogyott a benzin. Akkor is ilyen napsütéses magasságból siklott le hirtelenül. Olyan céltalan, olyan ostoba minden. Gondolta fanyarul. A végzete, hogy mindenkit boldogtalanná tesz. Mennyi gyűlölettel távozott Ilus? Tóth István? Tulajdonképpen őrület. Nem szép, nem érdekes, nem szellemes, koldus. És mégis? Hát meg lehet ezt érteni. Szereti? Tetszik neki? Ez a buta, jelentéktelen ember. Azokkal a rajongó szemekkel. A hogyan égett, remegett tánc közben, a néma imádata, az érzéseknek ez a furcsa szűzies ősisége. Kár volt Pestre jönni. Ostobaság volt felviharoztatni régen eltemetett érzéseket. Most már nagyon nehéz lesz újra megnyugodni, visszamerevülni a cinikus közönybe. De majd csak lesz valahogyan csak gyorsan el innen, mielőtt nem lesz késő. Ilus majd rendbe jön legényével, a fiú ki fog magyarázkodni. Csomagolni kellene. De képtelen mozdulni. Olyan halálosan fáradt. Csengetni fog a szállodai inasnak. Majd az becsomagol. Kopogtak. Furcsa, gyáva kopogással. Ahogyan a titokban érkezők szoktak, akik nem akarják, hogy mások is meghallják a kopogást. Sürgetően, könyörögve. Magányos, szép asszonyok ismerik már ezt a kopogást. Pulé pillanat alatt talpra szökött. Szabad! Tót István lépett be. Halálos zavarral, az izgalomtól elfulladva álltak egymással szemben. Bocsásson meg! Dadogtatót és remegő ujjai közül a földre csúszott a kalapja. Miért jött vissza? Hogy mert visszajönni? kérdezte indulatosan Pulé. Nem tudtam más tennél kellett. Ha belehaltam volna, akkor is Ez gonoszság! Árulás szegény kis húgom ellen! Takarodjon innen! Hogy képzeli, hogy én egyedül fogadom magát? nekem mindegy, ha gyűlöl is, én most már úgy sem élhetek tovább. Ha elutazik, főbelövöm magam. Zsarol. Gyónok. Az igazat mondom. Az én életem zátonyra futott. A nagyapámnak még 2000 holt prima földje volt, az apám tönkrement és én már koldus vagyok. De a véremben még a kiskirályok régi álma és vágya bujkál ezt én is csak azóta tudom, amióta magát megismertem. És most már nincsen visszatérés. Nem tudok többé megalkudni, belenyugodni a vigasztalan szürkeségbe. Felorkállott az igazi természetem. Szeretem magát. Legyen esze. Meg akarja ölni ilust. Feleségül kell vennie. Ez volna a legnagyobb becstelenség. Ha így venném el, szerelem nélkül. Ha folyton gyűlölnöm kellene, mert arra gondolnék, hogy ő állt kettőnk közé. De hát hogyan gondolja ezt? Menyasszony vagyok. És maga nem érdekel. Érti? Távozzék. Vagy azt akarja, hogy csengessek és a pincérrel dobassam ki. Tóth dacosan leült egy székre. Nem megyek. Kidobat. Botrány! Nagyon kis dolgok, amikor az ember élete legnagyobb pillanatát éli. Én most már csak addig létezem, ameddig ebben a szobában vagyok. Ezt jól tudja. Maga ért a férfiakhoz. Megérzi, mikor valaki komolyan beszél. Tudja, hogy a kezében tartja az életemet. Én nem értek nőhöz. Nem voltam sohasem szerelmes. Csak most. Nem kínálhatok magának pénzt és ékszereket. Nincsenek vasútjaim Afrikában. Csak érzéseim vannak. Ez a rongyos kis életem. Ezt adom magának. A szavai úgy hullottak a nőre, mint a forró láva. Pulé lehúnyt a szemét, a pillája alól könycsordult ki. Nagyon szenvedett és nagyon boldogtalan volt. Menjen, súgta halkan, hát nem látja, hogy nekem nem szabad, nem lehet boldognak lennem. Kérem, könyörgöm, ha igazán szeret, hagyjon magamra. Majd elmúlik, le fog csillapodni a nagy háborgása, és szeretni fogja Ilust. Csak magát szeretem. Drága barátom, ez esztelenség, szerencsétlenné akar tenni minnyájunkat. Nekem minden mindegy. Ez a nagy pillanat, amikor mindent felteszek egy kártyára, amikor eldől az életem. Maga bátrabb, mint én, én csak ma esterázottam fel abból az aléltságból, amelyben eddig éltem. De maga mindig harcolt, ezt az éjszakát várta öntudatlanul. Amikor találkozni fog valakivel velem, aki nyomorult, eltaposott emberféreg voltam addig, amíg maga meg nem váltott. Pulé megrendülve hallgatta a férfit. Nolám milyen nagyszerű szavakat talál, hogy kigyulladt, mintha csak ugyan a mesék varázslata történt volna vele. A jelentéktelen emberke megrázkódott, lehullatta kopott, elnyűjt bőrét és most kiragyogva, hódító és forró férfiassággal áll előtte. Micsoda éjszaka volt ez itt a szálló rokokó szalonjában, milyen füllett, titkokat hozó. Pulé még sohasem érezte ezt a furcsa remegést, a riad félelem és a józanságtól megfosztó vágy nagyszerű harcát. De még védekezni próbált. Ha szeret, akkor most távoznia kell. Majd írni fogok, életjelt adok. Most mind a ketten őrültek vagyunk. Várjuk meg a holnapot, amikor józanabbul gondolkozhatunk. Ne nyúljon hozzám, hagyjon, nem akarom. De a tiltakozás belefulladt az első csókba. Nem is csók volt, hanem valami fájdalmas, rémült marcangolás, ahogyan a két ilyet száj, melyekben még tiltakozó szavak rekedtek, szinte viaskodva, a szenvedély gyilkos összecsapásával támadt egymásra. A telefon berregett. Átkozott, bűvöletett tépő hang. Mikor az extázis nagyszerű káoszából jeges zuhanyra ébredünk? Félszeg és groteszk lesz az előbb még nagyszerű mozdulat, a támadás isteni szemérmetlensége kínos zavarrá torzul. A győzelem piros muzsikája helyett a rémület dobol fel, valami borzalom következik. A telefon újra csenget. Nem lehet tovább habozni. Pulés írni tudna dühös haragjában. Ilus lesz, gondolja magában, és szeretne meghalni, föld alá vádat és szégyent érez. Halló, ki beszél? A férfi mozdulatlanul nézi, a szíve vadul vár, ő is meg tudna halni, annyira kétségbe van esve. Pulé halkan felsikoltott. Meghatározhatatlan, furcsa hangon, amely zavart, indulatot akar, hazudik, nincsen határozott hangszerelése, mindenre magyarázható. Maga az, Jean. Kiáltja és a szeme már rémülten billant Pista felé, közölte vele a veszedelmet. A férfi értelmetlenül bámult rá. No de micsoda meglepetés. Ó, ez nagyon kedves, várjon egy pillanatig, mindjárt feljöhet. Mondotta hadarva és izgatottan. Lecsapta a hallgatót, a hajától a kisújjáig remegett. Menjen, meneküljön! Kiáltotta magánkívül Pistának. A vőlegényem van itt, repülőgépen érkezett Genfből. Meglepet. Mint a pörő zuhant a szó a férfi agyára. Beleőrült. Tébolyult daclángolt fel benne. Nem megyek. Mondotta, és állt égő szemmel halára váltan. Pulé hozzáugrott, és megrázta a vállánál. Térjen magához, hogyan képzeli ezt. Ne veszítse el józanságát. Ne tegyen tönkre. Mindent el fogok intézni. Találkozni fogunk. De most el kell tűnnie. Ha az az ember belép, megölöm. Pulé idegrohamot kapott kétségbeesésében. A hangja szinte rikácsolt. Ha nem megy el, mindenre képes vagyok. Segítségért kiáltok. Azt mondom, hogy erőszakkal rám tört. Menjen, menjen, mit akar még? Mondja, hogy szeret hogy sohasem lesz ezé az emberé, csak az enyém. Szeretem. Esküdjön. Pulé homlokát kiverte a verejték. Már nem is élt. Tudta, hogy pillanatok választják el a katasztrófától. Esküszöm. Higgye el, hiszen láthatta az előbb. No menjen, legyen jó fiú, holnap telefonálhat. Az ajtó felé lépett és visszatántorodott. Ó, már itt vannak, hallom, most szálltak ki a liftből. Végig simította homlokát. Elvesztem. Dadogta. Hirtelen a hálószoba ajtajához ugrott és felrántotta. Rejtőzzön oda. Várja meg az alkalmas pillanatot. Mi alatt mi beszélgetünk, szökjön ki halkan a folyosóra. Minden szobának külön kiárata van és valósággal betuszkolt a tót Istvánt. A következő pillanatban szélesen kitárta a szalon ajtaját, és Metis elé Féltékeny szörnyeteg, mondotta és már mosolygott, titokban utazott utánam. Tetten akart érni. Igen, egy kicsit csak ugyan megbolondultam. Nevetett Metis. Képzelje, egy fontos tárgyalás kellős közepén eszembe jutott maga, és egy órával később repülőgépre ültem. Algirból már repültem, és onnan Genfen és Bécsen át egyenesen Budapestre. Hogy van? Mintha megszépült volna. Maga a világ legkedvesebb gavallérja. Keveset írt. Ez is nyugtalanított. Félbeszakította üzleti tárgyalásait. Igen, meggondoltam magam. Képtelen vagyok ilyen hosszú ideig maga nélkül lenni. Úgy határoztam, hogy előbb nősülünk. A nászutunkkal kapcsolatban felkeressük azt a néhány afrikai központot, ahol személyesen kell elintéznem a dolgokat. De miért ilyen hideg? Még meg sem ölel. Nem örül, hogy itt vagyok. Nagyon meghat a szerelme. Ez minden meghatott szágról beszél. És nem viszont szerelemről. Pulé kínpadra volt feszítve. Bármennyire figyelt titokban, nem hallotta a hálószoba ajtaját kinyílni, semmiféle ezt nem hallatszott a szomszéd szobából. Jeges rémület borzat végig rajta. Talán csak ugyan nem ment el. Lesben áll hallgatódzik, hogy ők ketten miről beszélnek. És ha most nyakába borul metisznek, rájuk tör és leszúrja vetétársát. De nem lehetett haboznia. Duzzogva simult vőlegényéhez. Megérdemled, hogy így fogadjalak. Hát illik rátörni a kis Meggyanúsítottál. Csak ne is tagad. Meg sem mosakodtál, át sem öltöztél, úgy állítasz be, mint egy féltékeny féri, és nem mint egy szerelmes vőlegény, akinek még illik adni a külsőségekre. Béreltél már szobát? Hol fogsz lakni? Mit bánom én? Már szóltam a portásnak, ürítsék ki az egész emeletet. Csak mi ketten fogunk itt lakni. És most gyorsan egy csókot. Még nem békültem ki. Zsaroló. Nevetett Metis. Hát jó bocsánatot kérek. És mert tudom, hogy ez nem elég, átnyújtom a váltságdíjat. Zsebébe nyúlt és egy ékszerdobozt halászott ki. Ebből láthatod, hogy nem gyanúsítottalak komolyan. Hiszen akkor nem ékszert, hanem revolvert tettem volna a zsebembe. Erre mégis csak meg kellett csókolni Metiszt. A férfi boldog nevetéssel ölelte magához pulét, aki azonban sietve kibontakozott. Most menjen öltözön át, fürödjön meg. Majd együtt megyünk vacsorázni. Jó, megyek már, maga kis zsarnok. Duzzogott Metis, és az ajtó felé indult. Pulé sírni tudott volna izgalmában. Csak már kint lenne, és átnézhetne a szomszéd szobába. Metis még egyszer visszafordult. Még egy búcsúcsókot, hogy erőm legyen az átöltözködéshez. És hosszan, szenvedélyesen tapadt az ajkára. Érezte, hogyan remeg, diderek karjában a nő, meglepte és boldoggá tette ez a felfedezés, amelyet viszonzott szerelemmel magyarázott. Szinte gyermekes örömmel valósággal kitáncolt a folyosóra. Pulé egyetlen ugrással a hálószoba ajtajánál termett és felrántotta. Nem csalódott. Tóth csak ugyanott állt halára válva, görcsösen eltorzult arccal. Miért nem mentél el, miért maradtál itt? Kérdezte lángolva Pulé. Szereted? Dadogta Tót. A felesége leszel. Pulé sírni tudott volna. Mindent elrontasz az ostobaságoddal. Kiáltotta indulatosan. Bíznod kell bennem. Holnap reggel, mondjuk hétkor telefonálj. Kérd az én szobaszámomat. Nem utazol vele. Nem. De most ne kérdezz semmit, mind a ketten elvesztünk, ha csak egy percet is késel. A szalon felől gyanús zaj hallatszott. Az ajtó kinyílt, valaki járt a szobában. Pulé villám gyorsan benyitott. Metiszt pillantotta meg. Bocsánat, mosolygott a férfi itt felejtettem a kézitáskámat. Abban őrzöm a kulcsaimat. De miért olyan sápadt? Mi történt? Megijesztett. Azt hittem, a szoba üres, és lépteket hallottam. Az ékszer, amit ajándékozott, még itt fekszik az asztalon. Ki van magánál? Kivel beszélt a másik szobában? Pulé érezte, hogy minden önuralmára szüksége van. Ájulás környékezte. A szobapincér kérdezte, hogy mit akarok vacsorára. Minden este itthon szoktam étkezni. Megmondtam, hogy ma kivételes nap van, megjött a vőlegényem. Képzeld, gratulált! Derék fickó! Megkínálom egy finom amerikai szivarral és határozott léptekkel a hálószoba felé indult. Pulének elállt a szíberése. Mindennek vége. Gondolta keserűen. Vér fog folyni. Volt a második gondolata. Az a megőrült fiú kést szúr belé vagy puszta kézzel fogja megfojtani. Nem, -e ne menjen. Akarta mondani, de a szája csak némán mozgott. Metis benézett a hálószobába. Üres? Mondotta és visszafordult. Úgy látszik, már kiment. Siessen, öltözzön már át. Toporzékolt pulé, aki majdnem megőrült az idegességtől. Szeretett volna néhány pillanatra magára maradni, hogy összeszedje magát. Metis csodálkozva nézett rá. Bocsánat? Mondotta kis és E pillanatban a folyosó felől különös, bizonytalan hangok hallatszottak. Valaki hevesen kiáltozott, és egy másik hang, mintha csitítani akarta volna. A szóváltás egyre közelebbről hallatszott, izgatott szóbombái szinte berobbantak a szobába. Pulétágra nyílt szemmel merett az ajtóra aztán, mint valami pokoli rémség, felvágódott az ajtó és lihegve, fehéren, magából kikelve, a téboly semmivel sem törődő vak indulatában ilus jelent meg a küszöbön és valósággal húzta, ráncigálta a sápat és tehetetlen tót Istvánt. Iszonyú pillanat volt. Metis elszörnyedve döbbent vissza. Nem értette, hogy ez mit jelent. Ki ez a sikoltozó, őrjöngő fiatal lány és miért hurcolja ide az ismeretlen férfit? Miért dermet meg pulé, miért vált hamuszürkére az arca? Tudtam, hogy visszajön. Sikoltozta tombolva ilus. Éreztem. Nem tudtam aludni. Felkeltem és idejöttem. Lesben álltam a szálloda előtt. És most tetten értem. Merett tagadni. Elcsábítottad. Pulé összeszedte magát. Végső erőfeszítéssel, mint aki a meredek szélén zuhanás közben még elkap egy faágat. Hogy mersz így berontani hozzám? Kiáltott a szikrázó szemmel. Nem látod, hogy nem vagyok egyedül. Ez az úr Metis, a vőlegényem. Ilus megtántorodott, mint akit fejbe vágtak csak most vette észre az idegent, aki ámulva és megbotránkozva nézett rá. Ez a váratlan szereplő egyszerre megzavarta. A világ omlott össze körülötte. Pista csak ugyan visszajött, talán leselkedett, megpróbált puléhez bemenni, de egészen bizonyos, hogy nem találkozhattak. Hiszen itt van a nővére vőlegénye. Irtózatos szégyent érzett. Én nem értem, nem tehetek róla, minden arra vallott, az volt a látszat. Mit akar ez a hölgy? És mit beszél? Kérdezte Metis idegesen pulétől. Ne haragudjon Zsan, ez a csacsi lánya kis húgom, és ez a vőlegénye. Valamin összevesztek a kislány szörnyem féltékeny, és engem kért fel, hogy tegyek igazságot. Ilus sírva fakadt. Az arca égett. Valamit ő is tudott franciául, és most összeszedte a nyelv tudományát, és szepegve fordult Metishez. Kérem, ne tessék haragudni, én igazán nem vagyok olyan szörnyeteg, mint amilyennek látszom, és nagyon örülök, hogy megismerhettem magát. Olyan kedvesen, annyi kislányos naivsággal mondta ezt, hogy Metis hangosan felkacagott. Ó, kérem, el vagyok ragadtatva! Mindig hallottam, hogy a magyarok milyen temperamentumosak. Ez az igazi szenvedély. Ezt csak Spanyolországban találhatjuk, Dél-Olaszországban és az Önök szép hazájában. Ne beszéljen butaságokat, Jean. Mosolygott Pulé. Pulé egyelőre még nem féltékeny ennyire rám. Tréfálkozott tovább Metis. Minden esetre irigylem a vőlegényét, kisasszony, hogy ön ennyire szereti. Szerencsés fickó! Intett mosolyogva Tót felé. Tót mereven halványan állt. Nem értette, hogy miért nem omlik össze a világ. Remélem, holnap jobb kedben fogjuk egymást viszont látni, folytatta Metis. Majd együtt töltjük az egész napot. Végig autózunk a városon, megmutatják a szépségeit. Ilus és Tót sietve visszavonult. A helyzet Metis minden kedvessége ellenére is rendkívül kínos volt. Tót minden ízében remegett a felindulástól. Remélem, mondotta, mikor az utcára értek, hogy a történtek után természetesnek fogod találni, hogy mi ketten többé nem találkozhatunk. Ilus nagyon alázatos, összetört, nyomorult volt. Miért haragszol? Hiszen csak ugyan visszajöttél. Egyedül akartál lenni, Paulával. Nem tudhattad, hogy megjött a vőlegénye. Nem igaz, nem szerelmeskedni akartam. Rólad akartam beszélni vele. Panaszkodni akartam különös viselkedésed miatt. Meg akartam kérni, hogy beszéljen a lelkedre. Józanítson ki, de most már semmivel sem törődöm. Nem akarlak többé látni. Ezt mondod? Ilyen egyszerűen. És ha megölöm magamat. Fenyegetéssel akarsz magadhoz kötni. A legsilányabb nők szokása. Akikben nincsen önérzet, büszkeség. Ennél mégis csak többre tartalak. Ilus felvetette fejét. Arca csupa könnyes fájdalom volt. Mint egy szenvedő madonnáé. Megalázta, eltaposta, aki az istene volt. Komiszul, hidegen, részvétlenül. Menj! Mondotta és a hangja olyan volt, mint egy haldokló sóhajtása. Nem fogok többé az utatba állni. Egy autóreflektora villant a szemükbe. Alig tudtak félreugrani. Csak egy villanás volt az egész, de azért mind a ketten felismerték a bent ülőket. Cilinder, frak, bunda, diadém. Metisz és pulé. Nyolcadik fejezet Fél kilenc felé kábultan, az álom édességétől nyűgözve ébredt Metis. Nagyszerű este volt. Már nem tudta bizonyosan, melyik mulatóban táncoltak és pesgőztek. Metis sohasem hitte, hogy Pesten ilyen remek lokálok vannak, hogy hamisítatlan amerikai jazz játszik, valódi négerek énekelnek és táncolnak, és a lányok olyan szépek, mintha csak egy amerikai revűből vágták volna ki őket. De minden emlék felett, mint valami rózsás köd lebegett pulé parfümje és a mosolya. Még sohasem volt ilyen kedves és elérzékenyült. Köszönöm, Zsan, hogy ilyen jó hozzám, hogy utánam jött Pestre. Maga túlságosan elkényeztet. Félek, hogy nem érdemlem meg. Még sokkal többet szeretnék tenni magáért, válaszolta Metis sugározva. Különös, mondta álmodozva, Pulé. Jobban szeretném, ha kevésbé szeretne. Senki sem méltó ennyi rajongásra. Maga túl sokat vár tőlem, Zsan, a trópusokon tanulhatta ezt a szertelem fantáziát. Meglátja, csalódni fog. Már eddig is többet adott nekem, mint valamennyi asszony, akivel eddig találkoztam. A zene kitűnő volt, Metis szenvedélyesen szeretett táncolni. Szinte egyé olvadtak a zene buja ritmusában, annyi szenvedély sugárzott ki belőlük, hogy a többi táncos önkéntelenül felfigyelt és őket nézte. Mikor visszamentek a páholyukba, Puli azt mondta. Nekem most kellene az életből eltűnnöm, Jean. Mert soha több szépséget és mámort nem fogok tudni adni magának, mint ebben a pillanatban, mikor érzem, hogy tökéletesen boldog. Bolondokat beszél, kedvesem! Nevetett a férfi. És a háta mögé hajolva a nyakába csókolt. Hajnalban mentek haza. Metis nem is tudott mindjárt az autóba szállni. Egy kicsit gyalog mentek, a férfi szinte kicsattant a túlfűtött boldogságtól, élvezte a hűs szellőt, amely friss illatot hozott a budai hegyek felől. A szálloda hajjában még egyszer szerelmesen megölelte menyasszonyát. Egy hét múlva én leszek a legirigyeltebb embere a világnak. Akkor már a feleségem lesz. Talán ne is utazzunk el. Tartsuk meg Pesten az esküvőnket. Még egyszer végig akarom élni ezt a nagyszerű éjszakát. De nem így akarom befejezni ilyen kétségbeejtő búcsúzással. Mondja legalább azt, hogy szeret. Szeretem? Gondolni fog még rám elalvás előtt. Gondolni fogok. Metis még sokáig nem tudott elaludni. A pesgő, a szerelem, a még idegeiben remegő jazz kellemes bódulatban tartotta. És reggel, mikor kinyitotta a szemét, mosolygott. Pulére gondolt, az előtte álló nap kellemességeire. Az órájára pillantott. Néhány perc múlva kilenc egy kissé korai idő az éjszakai életet élők számítása szerint. De egy hajnali köszöntést meg lehet azért kockáztatni. Felemelte a telefont és pulé szobáját kérte. Hallatszott a csengetés berregése, de senki sem válaszolt. A nagyságos asszony nincsen a szobájában. Mondotta begépiesen a szállodai telefonközpont. Metisnek pompás ötlete támadt ha nem alszik, akkor már szabad kísérletet tenni egy látogatással. Gyorsan felöltözködött, és néhány perc múlva kopogott puli szoba ajtaján. Senki sem válaszolt. Türelmetlen mozdulattal megnyomta a kilincset. Az ajtó kinyílt. Halló, Pulé! Kiáltotta jókedvűen. Csend! Most már ideges lett türelmetlen mozdulattal sietett a hálószoba ajtajához és benyitott. Majdnem felkiáltott örömében. Pulé ott ült a karosszékben, utcai ruhában, felöltözve. De, úgy látszik, elaludt. Vagy túlságosan elmélyedt gondolataiba, mert még az ajtónyílásra sem fordult meg. Halló, Pulé! Kiáltotta még egyszer Metis, és feléje sietett. Az ülő alak megrezzent, és olyan mozdulatot tett, mintha fel akarna emelkedni. Ugyanakkor Metis már eléje került, és zavart mozdulattal hökkent vissza. Ó, bocsánat, kedves kisasszony, azt hittem, hogy nővére ül itt. Jó reggelt, madmazel Ilus! Hol van Pulé? A fiatal lány, mintha válaszolni akart volna. Az ajka megmozdult, de képtelen volt megszólalni. Visszaroskadt a karosszékbe. Metisnek csak most tűnt fel, hogy milyen vértelen sápadt. Mi baja van? Kérdezte ilyetten. Semmi, egy kicsit megszédültem, majd elmúlik. De hát mi történt? Kérdezte most már egyre növekvő idegességgel Metis. Hová ment Pulé? És ön miért jött ide ilyen a reggel? Torkára fagyott a szó, mert észrevette, hogy Ilus megbillen a széken és eszméletlenül hanyatlik hátra. A csengőhöz ugrott, hogy a pincért hívja. De ugyanakkor elhaló hangot hallott. Kérem, ne hívjon senkit. Kerüljük a botrányt, nem akarom, hogy a lapok írjanak róla. De hát miről van szó? Az Isten szerelmére beszéljen. Hiszen látja, hogy majdnem megőrülök. A szerencsétlen fiatal lány megfogta Metis könyörögve előre nyújtott kezét, és görcsösen sírni kezdett. Egy eltiport élet minden tragédiája jajdult ki ebből a szívettépő sírásból. Metis megdöbbenve nézett rá, azután egyszerre mindent megértett. Eszébe jutott az előző esti féltékenységi jelenet. Borzalmasan világosodott meg előtte az igazság. Megszöktek kiáltotta szíven sebezve. A lány nem tudott felelni. Csak a fejével bólintott. Vannak szörnyű pillanatok, melyekben világok omlanak bennünk össze. Gyilkos erővel söpörnek végig a szívünkön és kitépnek belőle minden rajongást, muzsikát, végig orkánlanak az agyunkon és elojtják a fantázia lobogó lángjait, elsápasztják a gondolat izzó színeit. Ez a rettentő csalódás sziklák ormáról zuhantatta lemetiszt. És mint a zuhanó emberekkel szokott történni, előtte is lepergett a másodperc egy töredéke alatt egész élete. Világosan látta az öncsalást, amelyben élt, megérezte létének minden nyomorúságát, gazdagságának és hatalmának minden hazugságát. És ugyanakkor valahonnan végtelen távolból új, ismeretlen hangokat hallott, melyek a gőgje, az önzése alól szakadtak fel. Sírni kezdett. Még sohasem sírt. Abban a lázas rohanásban, amellyel végigszáguldott a tősdecsatákon, vállalkozási panamákon, a vér és aranytébolyult hömpölágésében, nem ért rá érzelmeskedni. Benne semmi sem szólalt meg halkan, szordinósan, mindig a legmagasabb indulatokra voltak korbácsolva az idegei, a szerelme sem volt édes bús epekedés, hanem vad túlfűtött vakvágy, amely szenvedélyesen tört a célja felé. De most egyszerre megállt az őrjöngő száguldás. Valami motorhiba történt, elnémult a szívet és agyat zsibbasztó zúgás, ijesztő csend támadt. Se csendben sírást hallott a saját sírását. A magára eszmélés félelmetes és drámai perce volt ez. Hát ezért volt ötven év minden halálos erőködése, ezért tett tönkre embereket és korbácsolt agyon négereket. Ezért hazudott, verekedett, csalt, ezért lihegett a pénz után. Azt hitte, mindent elért, fent van a hatalom legszédítőbb ormain. És akkor egy nő. Egy vörös hajú kis táncosnő, egy képmutató, gonosz teremtés, amilyen tucatjával található minden nagyváros minden mulatójában, egy mozdulatával földre teríti. Ez volt hátvalójában a hatalma, varázsereje, férfiúi értékének igazi mértéke. Micsoda szánalmas nyomorúság, elviselhetetlen szégyen. Felállt és az ablakhoz támolygott. Lenézett a városra a korzó népesedni kezdett, a Dunán hajókürtök buktak. Szinte ijedten tántorodott vissza. Mi köze van neki ehhez a városhoz? És a világ minden városához? Milyen célja, értelme lehet ezentúl életének? Ijesztő, hogy milyen egyedül, magára hagyottan áll. Most világosodott meg benne kérlelhetetlenül a szörnyű igazság, őt senki sem szereti nincsen egyetlen ember, akihez az összeomlás tragikus percében hozzákapcsolódhatna. Aki részvédtel ölelné magához, aki véle tudna könnyezni. És ekkor megint érezte annak a sápat, gyenge kis kéznek az érintését. Ilus! A boldogtalan kis ex aki ugyanannak a drámának a szenvedő hősnője, mint amely őt is halára sebezte. Ó, zséő eszűi szimelőrőz! Jaj, dult ki Illusból. Olyan boldogtalan vagyok! Ne sírjon, kedves! Mondta Metis. És olyan furcsa, érthetetlen volt, hogy ő most vígasztal valakit. Mintha valami langyos fuvallat simogatta volna végig megdermedt szívét. Az autó száz kilométeres tempóban rohant valahol az országúton. Két menekülő, az életlázas lázas forradalmária simult egymáshoz kalandorvérük hajszolta őket ismeretlen városok felé. Két egymásra talált szerencsejátékos, akik minden nap mindent felraknak egy tétre, mert életüket csupán ez az izgalom fűti. Nem mernek érezni, gondolkozni, örökké szomjazva és lázasan vetik magukat a kábulatba. Mindegy, hogy mi adja a kábulatot. Játék, kokain, ölelés, bűn. Mindegy, és mindegy, hogy van-e pénzük, vagy nincsen. A pénz szétfolyik ujjaik között, ha pedig nincs pénzük, ragadozókká válnak. Nincs erkölcsük és nincs éjszakájuk. Életük minden pillanatában tudják, hogy elveszett, halára ítélt emberek, akiknek csak rövid, szűkre szabott idejük van a teljes megsemmisülés, leleplezés, gyalázat, koldusbot előtt. De mit bánják ezt? Nem szabad gondolkozni. És csak minél több pesgő, koktél, kokain. Pulé és Tóth István sem gondolkozott. Átölelkezve ültek az autó párnáin, és mámorosan élvezték a rohanást. Mintha új világ felé vágtattak volna. A motor fősiketítően zúgott. Így jó ez, legalább nem hallatszik mögöttük a város lármája az a kaotikus zaj, melynek bizar egyvelegében ott jajjong, keveredik két kiátszott, megcsalt ember zokogása is. De jó, hogy nincsen a szívüknek antennája, melyen most felsikoltana ez a két vádolós írás. Két elárvult ember szörnyű vádirata. Két hónap múlt el. Enyhe, napsugaras őszi napok köszöntöttek a budai hegyekre. Vörös és rozsdabarna színekben virultak a hegyoldalak. A svábhegy halk előkelő délelőtti csendjében ilyenkor mesék zsonganak, finom és édes hangulatok bontakoznak ki a fák között, amilyenekben sohasem gyönyörködhetik a városi ember, mert azokért ide kell felkapaszkodni a hegyek közé. És akkor az ember egyszerre kezdi felfedezni önmagát. Csodálkozva látja, hogy mennyi nagyszerű, ismeretlen érzés bújt meg eddig benne, az életöröm, egészség és a törtetés nélküli csendes napok simogató édessége borula a lelkére. Turista ruhás férfi állt a szanatórium kapujában és türelmetlenül kémlelte a vadgesztenyefákkal szegélyezett fasort, ahol az autónak fel kellett bukkannia. És a kocsi még be sem fordult a kanyarulatnál, már megismerte és meghallotta a motor zúgását tudta, hogy ő fog érkezni. Fiatal, elegáns, szürke angol kosztümös lány ugrott ki a kocsiból. Olyan nehezen vártam, mondta szemrehányóan a férfi. Hiszen jól tudja, hogy nincsen lassabban múló idő, mint mikor a beteg az orvosára vár. Mit csinált kis doktorom? És magasan? Ma éjszaka először aludtam kitűnően álomporok nélkül, frissen, egészségesen. Képzelje, Ilus, az előbb énekeltem. Buta kis nóták jutottak az eszembe, melyeket még gyermekkoromban fütyűréztem. Valami határtalan, mosolygó boldogság borított el. És gondolkozni kezdtem, hogy mitől van ez. És minél tovább gondolkoztam, annál világosabban ismertem fel az igazságot, hogy én itt fent a hegyen rettentő utat tettem meg nagyobbat, mint mikor Párizsból Afrika legmélyébe utaztam. Mert én most a régi életemből egy újba utaztam. És hogy ez így lehetett, hogy megint tudok örülni, hogy a vér ismét megindult az ereimben, azt egyedül és kizárólag az én drága kis orvosomnak köszönhetem. Ilus csendesen lehajtotta fejét. Igen, mondotta halkan, csak ugyan vannak a boldogságnak olyan furcsa, titokzatos birodalmai, ahová csak kettesben zarándokolhat el két nagyon sokat szenvedett, meglepett ember. És mi, Zsan, ilyen zarándokúton vagyunk. A férfi nem válaszolt. Kinyújtotta karját, és magához ölelte a lányt nem volt közöttük harc, léhegő izgalom, ez a csók friss volt és egészséges, mint a köröttük zengő hegyek, az aranylónap és a soha nem hervadó fenyvesek. Mind a ketten tudták, hogy találkozni fognak, hogy a nagy kerülő út, amelyen elindultak, véget ért és most már együtt fognak haladni egész életükben. Szeretlek, mondotta a férfi. Imádlak, válaszolta a lány. És mind a ketten érezték, hogy ismét igazat mondanak. Vége!